Felugrálás akkor szokott problémát okozni, amikor a gazda, illetve bármelyik családtag hazaérkezik, és a kutya kitörő örömét úgy fejezi ki, hogy nekifutásból ráugrik a gazdára. Nagyon nehéz ilyenkor jó tanácsot adni, hogy mit tegyünk, ugyanis a gazda is nagy örömmel fogadja a kutyát, úgy, ahogy a kutya is a gazdát. Amikor viszont esetleg egy esős saras időben felugrik és a tiszta ruhát összeszennyezi, akkor is heves érzelmeket válthat ki a gazdából. Egy kézenfekvő tanács, hogy amikor a kutya heves érzelmi állapotából ránk ugrik, akkor demonstratíve hagyjuk figyelmen kívül a jelenlétét. Ha ezt valaki képes megcsinálni, akkor rövid időn belül a kutya meg fogja változtatni a viselkedését. Ha semmilyen visszajelzést nem kap arra, hogy ő kitörő örömmel fogadja a gazdáját, akkor egy idő után meg fogja változtatni a viselkedését. De azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz dolog, hiszen amikor a gazda hazaér, ő is nagy örömmel fogadja a kutyáját, és az történik, hogy szia kutyuskám, megjött a gazdi! Na most ezzel a kitörő örömmel, amivel a gazda hazaérkezik, ezzel pontosan, hogy aktiválja a kutyában a hevült érzelmi állapotot, aminek a következménye az, hogy a nyakába ugrik, illetve összetappancsolja a ruháját. Úgyhogy az első, hogy a gazdának kell változtatni a viselkedésén. Ha figyelmen kívül hagyja a kutya közeledését, elfordult tőle, akkor bizonyos esetszám után a kutya már nem fogja ilyen nagy kitörő örömmel fogadni, hisz azt gondolja, hogy ez nem jelent semmilyen visszajelzéssel. Ha megfigyeljük, hogy az állatvilágban egy rangsorban fölül lévő egyet, hogyha közeledik a rangsorban lejjebb lévő falkatársakhoz, hogy ő hogy viselkedik, bizony hűvösen, kimérten viselkedik, és nem ugrik ki a bőréből, hogyha találkozik a rangsorban lejjebb lévőktől, úgyhogy ha tisztázott a viszony, hogy a gazda foglal a rangsor élén helyett, a kutya pedig lejjebb, akkor kialakítható ez a viselkedés forma. A másik lehetőség, hogy amikor felugrik a kutya, akkor kellemetlen érzetet okozunk neki. Ennek a mértékének olyannak kell lenni, hogy a kutyának már elmenjen a kedve a felugrálástól, és még ne okozzunk neki lehetőleg fájdalmat, illetve fájdalmat semmiképpen. Ha felugrik a kutya, rá szabad taposni a hátulsó lábára, vagy esetleg kaphat egy taslit a fejére, amint abba hagyja a felugrálást, és nyugodtan viselkedik, akkor pedig kaphat dicséretet és jutalomfalatot. Előfordulhat, hogy a dicséret hatására ismét oldódik a feszültség, és megint felugrik a gazdájára, akkor megint kellemetlen érzetet kell kelteni, ha változtat a viselkedésén, dicséret falat. És akkor, ha összeintegráljuk a demonstratív figyelmen kívül hagyást, azt, hogyha felugrik, kellemetlen érzetet okozunk neki, ha változtat a viselkedésén, megdicsérjük, majd megjutalmazzuk, akkor ennek a hármasnak a segítségével képes lehet mindenki megváltoztatni a kutyájának a viselkedését. Ha idegen ember akar ráugrani a kutya, akkor pedig a pórász segítségével technikai kényszert kell alkalmazni, meg kell tanulnia a kutyának, hogy az idegen emberekkel a kapcsolatot nem veheti fel, illetve csak akkor veheti fel, ha erre a gazdájától engedélyt kap. Ha önszántából ő valakire rá akar ugrani, vagy csak oda akar szagolni, akkor meg kell rántani a pórászt, ez egy hirtelen impulzusszerű ráhatás legyen, ami vagy félbeszakítja, vagy megakadályozza a kutyának a nem kívánatos viselkedését. Aztán, ha a következő járókelővel szemben már közömbösséget tanúsít, akkor pedig meg kell dicsérni, és falatot adni neki, és amikor kialakult az új viselkedésforma, akkor pedig örülni kell, hogy milyen ügyesek voltunk.